Van, ez komoly? Sajnos a körülmények nem ideálisak, és nem tudom, hogy ez mennyire fog sikerülni, de nagyon-nagyon szeretnék videót csinálni nektek. Tudom, hogy mindenkit nagyon érdekel a szülés történet, illetve én is nagyon szívesen beszélnék róla, meg egy kicsit így összeraknám fejben a dolgot, mert hogy erre nem volt természetesen kapacitásom, mielőtt a rec gombot benyomtam volna, úgyhogy nyilván káosz lesz az egész. Vilmosunk közben alszik az erkélyen. Egyébként Dávid ma home office-ban van, heti egyszer szokott home office lenni, viszont egyrészt ilyenkor is dolgozik, neve is mutatja, másrészt meg el is kellett mennie, tehát nem is home most, hanem város office-ba elzúzott rollerre. Hogyha ez most így nem sikerül, akkor majd folytatom akkor, amikor visszajön, hogyha tud esetleg segíteni nekem. A szülés körülményeiről, meg a szülésről szeretnék mesélni, illetve még mindezek előtt nagyon köszi mindenkinek a sok-sok pozitív kommentet, meg privát üzenetet az előző videó kapcsán. Tényleg nem tudtam, hogy van-e ennek értelme, akár felvenni, akár feltölteni, de nagyon sokatoknak tudtam ezzel segíteni, elvileg, állítólag, úgyhogy valószínűleg mégis volt értelme. Ennek örülök, annak nem, hogy ez az egész így alakult, és megint. Elmentünk a végéig, meg egy kicsit tovább, ott majdnem visszafordultunk, aztán mégse, na mindegy. Na, de kezdjük az elején, ugyebár én otthon szülést terveztem, itthon szülést, ez nem jött össze. Ennek az oka egyébként az volt, hogy mekóniumos volt a magzatvíz, tehát volt már benne kakipisi, és ezzel indult az egész. Mert hogy az otthon szülésnél ugye van 62.584 olyan dolog, ami tiltja az otthon szülést. Az egyik az például ez, hogyha burokrepedéssel kezdődik maga a szülés, tehát nem vajudással, akkor, és mekóniumos a magzatvíz, abban az esetben kórházba kell menni. Nem itt kezdem, hanem ott kezdem, hogy az van, hogy én valójában már 41 hét 5 napos terhes voltam, mikor Vili megszületett, 5 perc hiány, 41 hét 6 napos, mert hogy éjfél előtt 5 perccel született. Otthon szülni egyébként 41. hétig lehet, de mivel Emil is 41 hét 3 napra született indítva, Mészáj érlelővel, ezért én bevallom, hogy elcsaltam az utolsó menstruáció első napját. Egyébként valójában jól volt belőve, nekem volt ultrahangos követés is a tüszőéréskor, meg egyébként is én termékenységtudatmódszert használok, és ott is az alapján is láttam, hogy mikor van a tüszőrepedés. Ezt visszaigazolta az ultrahang is, mert hogy ugye szedtem gyógyszert, hogy teherbe essek, mert az sem ment egyszerűen egyik alkalommal sem. Na mindegy, a lényeg, hogy a kórházban úgy tudták, hogy én 47-4 napos vagyok, illetve az egész világon úgy tudták, mert hogy biztos voltam benne, hogy 41. hétig nem fog megszületni. Én ezt nem ajánlom egyébként senkinek, én nem tanácsolok ezzel semmit, és mindenki csinálja úgy az életét, ahogy neki jó, engem meg lehet ezért kövezni, de én pontosan tudtam azt, hogy ugyan ott fogunk tartani. Másodszorra is, ahol elsőre is, egyébként is fiú, a fiúk amúgy is később jönnek, ha az első ilyen így születik, akkor várhatóan a második is. Ez most a gyerekem volt, vagy egy autó? Na, úgyhogy ezt az igazsághoz, ez hozzátartozik, ezt tudnotok kell, vagy hát nem kell, hülye vagyok, hogy elmondom, de elmondom, mert hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy miért volt ennyire komoly. Ezt meg kell néznem. Ennyi volt, felébredt a gyermek, majd egy másik életben folytatjuk. Esetortak az események, de próbálkozom, hú, ez is de jól néz ki. Ennyit a terminus részéről a dolognak, tehát igencsak terminus után született Vili, és nagyon-nagyon szerettem volna ugye az otthonszülés, de ezen túl is azt, hogy magától induljon el. Na és hát a küzdelmek egy részét azért láttátok már, tehát nem volt egyszerű lelkileg. Fizikailag egyébként baromi jól voltam, szülés előtt egy nappal még több mint 10 kilométert sétáltam, és tulajdonképpen a terminus utántól kezdtem el igazán jól lenni, akkor gyógyultam meg, stb. Úgyhogy azzal a részével egyáltalán semmi gond nem volt, lépcsőztem, abszolút bírtam az iramot Emillel is, úgyhogy tökre nem éreztem azt, hogy már így nagyon-nagyon túl vagyok. Azt éreztem tényleg, amit szintén mondtam, hogy amikor már így egy hónapja vagy minden órás, az nagyon fárasztó, tehát ugye alvás, éhségérzet, ezek, tehát hogy folyamatosan készül a szervezet arra, hogy most már mindjárt szülünk, és nem, és nem, és nem.
Az nehéz, de egyébként az, hogy én terhet cipeltem, az a része tökre nem volt gond, hiába voltam már majdnem 42 hetes terhes. Már mindenre felkészültem, hogy hogyan fognak majd megint befektetni a kórházba, hogy ott majd mi lesz, hogy indítás, hogy tényleg akkor már én is aggódni fogok, csak én fogom tudni, hogy igazából hány hetes, hány napos terhes vagyok, és hogy nehogy valami gond legyen, ugye valójában 40. héttől a 42. hétig terminus túlépés van, és a 42-től a 44. hétig lenne túlhordás, tehát még igazából akkor is lehetne szoros megfigyelés alatt várandósnak lenni, nyilván ez itthon föl sem merül. Teljesen rástresszeltem arra, hogy megint kórházba fekvő, és stb. És akkor 41 hét 5 napnál jártunk, amikor este 9-kor altattam Emil szokás szerint az ágyába, mesét olvasva, oldalt fekve mellette, és akkor éreztem, hogy elpukkant a magzat burok. Emil még pont nem aludt el teljesen, már nem olvastam neki, már csak feküdtem mellette, és pont ilyen egy perc hiányzott volna még ahhoz, hogy elaludjon. És írtam a Dávidnak, hogy hasznom elfolyt a magzatvíz, és hozzon törölközőt, és de egyszerűen már nem volt időm, most vagy eláztatom itt az egész ágyát, és akkor az szörnyű, akkor nem tudom, mit csinálunk a ízülés közben még egy matrac, nem tudom mivel, matrac problémakörrel, meg egyáltalán, és akkor kiszálltam, akkor arra fölébredt Emil, hogy jaj, ne, hova megyek, mondtam, hogy csak kiszaladok pisilni, és akkor írtam a bábát, illetve hívtam a bábát, hogy akkor elfolyt a magzatvíz, és mondta, hogy tök jó, menjek el pihenni, próbálják meg aludni, és az annyira sűrű volt az egész, hogy tudtam, hogy még vissza kell jönnöm Emilhez, mert nem fog elaludni, hogyha nem vagyok itt, akkor gyorsan felvettem egy ilyen ezt az eldobós pelenkabugyit, és visszajöttem hozzá, és így feküdtem mellette, így igazából már mielőtt elfolyt volna a magzatvíz, azelőtt is éreztem, hogy vannak fájások, de hát már ugye ezek a jósló fájások, ezek ugye már tartottak szintén, nem tudom, 7 hete, és hát mondom, egy kicsit, mintha ezt egyébként át kéne lélegeznem, de nem olyan vészes, és ebből volt 2-3, és akkor folyt el a magzatvíz. Na, tehát visszafeküdtem Emil mellé, és akkor letöltöttem egy ilyen fájás mérő applikációt, amit ugye lenyomsz, amikor elkezdődik a fájás, lenyomsz, amikor vége van, és akkor így mutatja, hogy hány percenként milyen hosszú fájásaid vannak. És akkor abból láttam, hogy hoppá, ezek már ilyen 2,5 perces fájások. És azért úgy fáj, és amikor végre elaludt Emil, az még egy pár perc volt, kimentem mellőle, visszamentem a mosdóba, és akkor viszont láttam már, hogy nem tiszta a magzat víz. Valószínűleg az volt, hogy az első adag az még a feje előtti rész volt, és az még tiszta volt, és akkor később pedig az pedig már mekóniumos volt a többi része. És akkor, hát igen, akkor ez kórház. De igazából annyira gyors volt az egész, hogy így nem is volt igazán időm rástresszelni, vagy nem tudom, átálltam. Én nekem szerencsére jól működik ez az üzemmódom, amikor így gáz van, csinálni kell, vagy hát ez nem gáz, de hát ez a része igen, tehát hogy nem úgy alakul, ahogy terveztük meg egyáltalán, tehát hogy akció van, és akkor gyorsan, amit még össze kellett pakolni, ezt összepakoltam, ugye a bőröndöm az így is meg volt összerakva, Dávid is összepakoltak, a Péter bátyám jött át, hogy vigyázzon Emilre, és apukám vitt be minket a kórházba, és mire a bátyám ideért, nem tudom, 20 perccel később, addigra már brutál fájásaim voltak, tehát addigra már nem ez a hú, átlélegzem, hanem már rendesen morogtam meg mindent, és folyamatosan kértem, hogy adjanak vizet, amit amúgy is próbáltam volna rá odafigyelni, hogy hidratáljak, amennyit csak tudok, ez ugye nagyon-nagyon fontos vajudásnál, de hát erre nem kellett külön odafigyelnem, mert úgy éreztem, hogy itt és most meghalok szomjan, hogyha nem ad valaki vizet. Hát Dávidot azért eléggé váratlanul érték így az események, úgyhogy nyilván ez tényleg tök másra készültünk, szóval az egész kicsit káosz volt, kicsit nagyon. Mondta a bába, hogy nyugodtan szóljak, hogy mit szeretnék, oda jön természetesen, hogyha úgy van, akkor bejön velem, csak hogy egyrészt azt tudnom kell, hogyha ő bejön, ha őt ismerik, akkor tudni fogják, hogy otthon szülésre készültünk, és hát akkor nem tudni, hogy hogyan fognak engem kezelni, hogyan fognak velem bánni, mert hát ez itthon ugye nagyon sok orvos szemében és kórház szemében ez abszolút szentségtörés az otthon szülés, ugye civilizáltabb országokban ez teljesen természetes.
de ebben most nem menjünk bele. Volt egy dúla, aki nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, és aki tökre azt éreztem, hogy ő nagyon szeretném, hogyha ott lenne a szülésemnél, és kérdeztem, hogy mi lenne, ha ő jönne. Ja, hát illetve a másik, amit nem lehet előre tudni sosem, mert ez nem is csak a kórháztól függ, hanem igazából az orvostól, meg úgy egyáltalán éppen akkor ott így ki mit érez, meg mit gondol, hogy több kísérő is bejöhet el a szülőszobára, ugye az alap az egy, de van, ahol amikor bevihet többet is. Tehát, hogy az is egy kérdés, hogy akkor most apás szülés, vagy dúlás szülés, de mondta, hogy most tök mindegy, ha én úgy gondolom, hogy jöjjön oda, akkor oda jön, és ott is ráérek bőven eldönteni, hogy szeretném, vagy nem szeretném, vagy hogy ki jöjjön be velem. Másfél órán belül már azt hiszem ott voltunk, vagy úton voltunk, és hát a kocsiban már brutálisan bajúttam. Utólag néztem vissza, napokkal később le akartam törölni ezt az applikációt, amit letöltöttem, és gondoltam, hogy hát, ha még benne vannak a számok, hogy ránézek, és hát az autóban már 1,4 percenként jöttek a fájások. Úgyhogy ugye én szoktam mondani, hogy a szülés az nem olyan, mint a filmekben, nem úgy kell elképzelni. Hát ez nagyjából olyan volt. Egyébként nyilván a második szülés az tök gyakori, például van egy ismerősünk, ahol a nagyobb gyerek az Emillel egy időben született volna, ott is több hét van a gyerekek között, mert ugye én később szülök, a másik fél pedig időre, és most a kistesók is ugyanúgy egyszerre jöttek volna, ott is mekonimus volt a víz, 2 óra alatt született meg a baba, és nekik is kórházban kellett maradniuk valamilyen fertőzéssel, ami sosem derült ki ugyanúgy, hogy mi volt, mi okozta a gyulladást a szervezetben. Úgyhogy amikor mentünk, akkor már 1,4 percenként jöttek a fájások, igazából így nem teljesen voltam ki. Tehát ezt éreztem, hogy ez gyorsan történik, egyébként erre készültem. Tehát ha a szívemre teszem a kezem, amennyire maratonra készültem az első szülésnél, annyira sprintre készültem a másodiknál, és nagyon féltem tőle, hogy nem az lesz, és mivel nem arra készülök, majd abból lesz a gond, de ebből nem lett gond, mert hogy ez valóban egy nagyon gyors szülés volt. Ugye második gyereknél ez nem ritka egyébként, ennek az az oka, amennyire tudom, hogy azok a folyamatok, amik az első szülésnél még külön-külön történnek, tehát ugye például nem csak tágulni kell, hanem ugye vékonyodik a mészáj is, meg nem tudom, ez meg az, meg az. Ezek külön-külön történnek, mivel a test még először csinálja, és másodszorra pedig egyszerre, és ezért is sokkal gyorsabb, hát ugye ez egy kitaposott út tulajdonképpen, aminek kistesó kijön. Persze ez sem szentírás, van akinek hosszú, vagy akár hosszabb, de azért jellemzően a második gyerek sokkal hamarabb kint van, mint az első. És akkor beértünk a kórházba, fölmentünk nagy nehezen, de tényleg a kocsiban is alig bírtam létezni, nyilván, egyperces fájásokkal. És akkor fölmentett, és nagyon vicces volt, eleve lépcsőn kellett volna fölmenni a második emeletre, és akkor pont nagy mázlink volt, mert ott volt valaki, aki kinyitotta nekünk ezt a betegszállító liftet, és akkor azzal föl tudtunk menni. Azt nem is tudom, hogy mentem volna fel. Tehát lehet, hogy akkor már ott útközben megszülök, mindegy. És akkor fölértünk be az ajtón, a szülésznő nyitotta az ajtót, akkor ő rögtön, jaj, nem te vagy az Eszter? De. És akkor utána mondta is, hogy jaj, hát úgy zavarba jött saját magától, hogy ezt miért kellett így a szülés közel. Nem baj, aranyos volt egyébként, nem volt semmi para ebből. És akkor bementünk a vizsgálóba először, oda jött be az orvos is. Ja igen, már lefelé itt nálunk a lépcsőházban lefelé a lépcsőn elkezdtem a Dávidnak darálni, hogy nem kell gátmetszés, nem kell oxitocin, hogy mit képviseljen majd, ha én nem tudom. És nyilván ő meg ezekben annyira nincs képben, azért elég sok mindent szoktam neki mesélni, meg már szültünk együtt, meg minden, de hogy azért mondta, hogy jó, hát gondolom ezt tudják, és mondom, hát ez a baj, hogy nem, vagy hát hogy szóval ez egy ilyen egyéni, hogy ki mit preferál jobban, meg hogy egyébként az adott kórháznak, adott orvosnak mi a protokollja, hogy szokta. Tehát azért is volt ez a dúlás kérdés, mindegy, erre majd visszatérek, hogy tehát ez ilyen érdekképviselet szempontból is nekem fontos volt. Na és akkor miközben másztam fel a székre, akkor mondtam, hogy nem kérek oxitocint, nem kérek gátmetszést, és hogy ne vágják el a köldögzsinort, ha itt minden jól alakul, ne vágjuk el a köldögzsinort, csak amikor már nem pulzál, így soroltam ezeket, és az orvos meg egy nagyon fiatal és egyébként végtelenül szimpatikus és kedves és profi orvos volt.
De még erről is akarok valamit mondani. Na mindegy. És mondta, hogy ehhez nem fog kelleni semmi. És hogy akkor megvizsgálhat-e. Ez is tök szuper volt, hogy megkérdezte, hogy megnézheti-e, hogy mennyire, hány ujjnyira vagyok nyitva. És kérdeztem, hogy ez muszáj fájás alatt? Mert hogy ugye nekem az első szülésemnél így történt, és semmi nem fájt annyira az egész szülés alatt, mint a fájás alatti vizsgálatok. Tehát amikor valaki éppen kifelé törekszik az emberből, akkor szembe megyünk a forgalommal. Na mindegy, ezt hagyjuk is, mert és mondta, hogy nem, de hogy is, két fájás között, és akkor szuper, három újnyira nyitva voltam már, és mondta, hogy akkor, hát, hogy akkor szerintem hamarosan szülünk is, mondom, ok, ez volt két órával azután, hogy elfolyt a magzatvíz, és akkor a szülőszobára menet, már ott volt a dúla is, és akkor, hát, hogy akkor bejöhetnek-e mindketten, és hát sajnos nem jöhettek be mindketten, és hogy döntsem el én, hogy kit szeretnék jobban. És ugye Dávidon is azt éreztem, hogy ő is jobban örül, hogyha nem neki kell ezeket a dolgokat most képviselni, meg hogy ez egyszerűen annyira, tehát az első szülés, soha nem gondoltam volna, hogy lesz nem apás szülésünk is. De hát végül is így alakult, és úgy érzem, hogy tehát a dúla mellett döntöttem, és tényleg annyira gyors volt az egész, és annyira követhetetlen, vagy hogy mondjam, hogy nyilván a Dávid, tehát hogyha a dúlának azt mondom, hogy derék, akkor ő tudja, hogy hol fáj, hogyan fáj, nyomja-e, masszírozza-e, tehát hogy nem kell neki elmagyarázni, megmutogatni, stb. Az első szülésnél, amikor Emil született, ami 12 órás szülés volt, és ebből 6 órát lehettünk együtt, ott úgy gondolom, hogy tényleg én úgy éltem meg, hogy egyedül nem tudtam volna, és hogy a Dávid nagyon kellett, és nagyon-nagyon fontos volt, hogy ő ott legyen, és nagyon ügyes is volt, de egyszerűen azt éreztem, hogy kell egy profi mellém, aki azt képviseli, és aki ismer engem valamennyire, aki tudja, hogy nekem mi a fontos. És akkor a dúla mellett döntöttem, és úgy éreztem, hogy azért a Dávid is eléggé megkönnyebbült ettől. De a dúlának még ugye át kellett öltöznie, el kellett készülnie, meg kellett várni, hogy őt beengedjék, és akkor addig én bementem a szülőszobára, beléptem, és mondtam, hogy ó, van kád? És mondta a szülőszobára, hogy hát van, de mire megtöltjük, addigra valószínűleg kész leszünk. Amúgy nem is akartam, tehát nem éreztem azt, hogy én most, nem éreztem, tehát azt éreztem, hogy meg döglök, és nem azt, hogy ó, akkor én most mennék kádba. Voltam kádban az első szülésnél, bizonyos szempontból nagyon jó volt, bizonyos szempontból meg nem, mert nem tudtam ellazulni, elaludni, elernyedni, mert becsúsztam a vízbe, de hogy ez most így, tehát én is éreztem, hogy ez most egy másik track, amiben vagyunk, volt labda is, amin lehetett volna vajudni, én így lerogytam az ágy mellé, és térdán vajúttam, aztán fél térden? Igen, tehát az egy, igen, fél talpon, fél térden, azt hiszem. Ugye próbáltam, hogy a gravitáció is segítsen, meg egyáltalán nem akartam lefeküdni, mert nagyon sokat feküdtem az első szülésnél, és szerettem volna sokkal aktívabb résztvevője lenni a szülésemnek, mint az elsőnek voltam. Hogy mondjam, tehát hogy én nem egy ilyen fetrengő lajhár szerettem, nem is lajhár, mi az? Fóka, vagy nem tudom mi, rozmár akartam lenni, hanem egy aktívan szülőnő, vagy hogy mondjam. És ez tök jól működött is, és nagyon jól ment a dolog, de megint az volt, hogy elment mindenki, egyedül voltam a szobába, ja, közben még 57 félre dolgot kellett, vérvételt kellett csinálni, 50 kübli vért levettek rólam, ameddig, vagy tőlem, ameddig ott vajúttam az ágyon, meg ugye izét is kaptam, branült is kaptam, szerencsére nem kötötték be sehova, nem került bele semmi, fel sem merült. A lényeg, hogy végre bejött a dúla is, és tényleg azt éreztem, hogy Isten, annyira támogatva, biztonságban éreztem magam, nem azért, mert hogy a dúla az egy ilyen angyalka, aki berepül a szobába, bár így éreztem, hanem tényleg rögtön akkor masszírozhat-e, masszírozott, dicsért, és tényleg javaslatot tett, de nagyon finoman, nagyon óvatosan, esetleg másik lábamat megpróbálom fölrakni, utána egy idő után, hogy nem gondolom-e mégis, hogy jó lesne lefeküdni, nem tudom, hogy ezt miből gondolta, miből érezte, hogy ezt javasolja, mert ugye azért nem nagyon szokták a fekvést javasolni egyébként ilyen háborítatlan szülés támogatók, de tökre igaza volt. Én is azt éreztem, hogy lehet, hogy nem fogom bírni. Egyébként nagyon
Tehát megszülhettem volna ott az ágy mellett fekve, vagy ő térdelve a földön, tehát mondta a szülésznő, hogy ő bárhogy elkapja, ne aggódjak nyugodtan, tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon jó volt. Ez nem szeretném most sem a kórházat megnevezni, ahogy az előző körben sem, ez egy másik kórház. Régen az a kórház volt a hű, de nagyon szupernek kikiáltott, most pedig egyébként ez tök véletlen, hogy én pont ide tartozom. De tényleg azért ilyen szempontból, tehát a szülészet részen abszolút azt éreztem, hogy azért tényleg bőven, bőven sokkal jobb, mint a nagy átlag az országban. De végül is nagyjából ugyanabba a pózba kerültem, ahol az első szülésnél is, oldalamon feküdtem. Ott az első szülésnél nem csak úgy, de mindegy, most ez volt a lényeg, hogy oda feküdtem, és fönt volt az egyik lábam. Ilyen lábtámaszt tettek föl nekem, és akkor ott már éreztem, hogy tulajdonképpen nyomnom is kell. És utána soha többet nem vizsgáltak, tehát hogy akkor, amikor beérkeztem, megnézte, hogy mennyire vagyok nyitva, és nem volt az, hogy még nem nyomhatok, még megvizsgálnak, nincs még teljesen, nem vagyok még teljesen kinyílva, vagy nem tudom, tehát hogy semmilyen nem volt, abszolút rám volt bízva, hogy mikor érzem úgy, hogy én akkor most tolok. És akkor volt egy ilyen pillanat, amikor így nagyon sokan beözönlöttek a szobába, és tényleg azt is a dúlának életem végéig hálás leszek ezért is, hogy amikor így beözönlöttek, akkor ő teljesen magától elkezdte mondani, hogy most nagyon sokan bejöttek a szobába, és azért jöttek be, mert hamarosan megszületik a kisbabám, és minden rendben van, és ennyi. És ez azért volt nagyon-nagyon szuper, mert nekem az első szülésnél volt egy ilyen pillanat, hogy lehet, hogy császár, amikor leesett a szívhang, és akkor ugyanígy berohant egy csomó mindenki a szobába. Szóval nekem már volt egy ilyen nagyon rossz élményem, amikor tényleg így ennyire volt az, hogy akkor most vége mindennek, és ezt is annyira szuperül megérezte a dúla, hogy ezt így mondania kell. És még akkor is kérdeztem, hogy de biztos, tudod, én nincs semmi para, és akkor mondta, hogy persze, persze. Nem olyan nagyon gyorsan jött ki, szóval nem az volt, hogy egyet nyomtam, vagy kettőt, hármat, és kibújt. Azért nyomtam, mint a güzű. Az is hozzátartozik, hogy nagyon annyira intenzív volt az egész, azt éreztem, hogy így lehet, hogy el fogok fogyni, és hogy így túl akarok lenni rajta. Nem érdekel a gátvédelem, nem érdekel, ha ketté szakadok, az sem. Tehát, hogy én nem fogom tudni átlélegezni a tolófájást, meg erre odafigyelni, egyszerűen úgy voltam vele, hogy jó, azon a hídon majd akkor megyünk át, ha odaértünk, hogy ott milyen károkat okozott a dolog. Ez tényleg ez abszolút az én személyes megélésem, tehát hogy ez megint olyan, hogy senki ne hivatkozzon rám, meg ez tényleg lehet, hogy hülyeség, meg lehet, hogy van sokkal jobban, de hogy én azt éreztem, hogy azon a hídon majd akkor megyünk át, most viszont ez a híd, ami most megyek át, ez így omlik össze mögöttem, és át kell érnem a túloldalra. És sose felejtem azt az érzést, ahogy így megszületett, ahogy így bubuk, így kijött belőlem, és nem így szokták a szüléstörténeteket elmesélni, de hogy volt egy ilyen nagyon durva érzés, ami tényleg örökre megmarad, amikor ugye a fejem már kint van, és akkor egyszer csak így az összes többi testrésze kimegy, és ez éjfél előtt 5 perce volt, tehát mindösszesen minden estül bruttó, kevesebb, mint 3 óra alatt, vagy hát nagyjából pont 3 óra alatt született meg Vili, és 10/10-es abgárt kapott egyébként, állítólag a legszigorúbb orvostól, aki kb. Senkinek nem ad annyit, úgyhogy mondta a szülésznő, hogy ez így nagyon ritka és tök jó. Volt 2 óra aranyóránk, iszonyatosan szétszakadtam, ami nyilván ennek is köszönhető, és mondta is az orvos, hogy hát most nem azért mondja, de hogyha vágta volna, a gátmetszés az kisebb lett volna. 10 öltéssel vartak össze, ami igazából 2x5, mert hogy ilyen szépészeti okokból csinálta így, de azért az sem kevés. Azt gondolom, hogy én vagyok az élő példa rá, hogy egy akár sokkal nagyobb szakadás is mennyivel könnyebben, gyorsabban, fájdalommentesebben gyógyul, mint egy gátmetszés, mert ugye nekem volt szerencsém ahhoz az első alkalommal, és iszonyatosan fájt akkor minden pisilés után, a zuhany alatt pisiltem zokogva meg. Egyáltalán is mondta az orvos is, hogy igen, hát az az igazság, hogy sokkal szerencsésebb helyen szakadt, mint ahol ő vágta volna, plusz, amit nem ő mondott, ezt én is tudom, hogy ugye amikor vág, akkor vág idegeket, ereket, egy csomó olyan dolgot, ami amikor szakad, akkor a szövet egyszerűen elenged, és egy sokkal felületibb sérülés, mint a vágás. Úgyhogy egy percig nem bántam meg ezt. De tényleg őszintén azt mondom, hogy nagyon-nagyon szuper orvost fogtam ki, akkor is, utána is, a kontrollon is, tehát végig azt éreztem, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok, de. És ezt tényleg általánosságban szeretném mondani, hogy például akár az ilyen kórházas csoportokban, hogy ebben és ebben a kórházban szülök, szültem, nem tudom, de vannak ilyen csoportok, és akkor ott lehet
rákeresni, hogy melyik orvos lenne jó, és mindig mindenkit magasztalnak, nagy ritkán néha valaki coming out-ol, és akkor írja, hogy hát én még az egyetlen, akinek nem volt annyira pozitív ezzel és ezzel az orvossal, de hogy ezekkel az ajánlásokkal is annyira jó lenne így óvatosabban bánni. Mert én például anno, amikor a másik orvosomat választottam, akkor róla is baromi jókat olvastam, és fű, de szuper, és jaj, és éppenséggel az a nem mindegy, hogy volt-e bármi komplikáció, vagy nézeteltérés, vagy ízé, tehát nekem, aki bementem a kórházba, és 3-4 órával később a kezemben volt a gyerek, nyilván nem is lett volna amúgy sem semmi probléma. De hogyha meg úgy van, hogy mondjuk akár ez, hogy a terminus túllépés miatt kell küzdeni azért, hogy hagyjanak békén, vagy éppen úgy van, hogy most akkor tényleg kell-e, hogy ez tényleg császárindok-e, vagy tényleg gátmetszés kell-e, vagy tényleg nem tudom, ez az amaz, oxitocin, stb., hogy tökre nem mindegy. Tehát én nekem úgy érzem, hogy nincs jogom teljes messzélességgel beleállni mondjuk abba. Ha valaki úgy gondolná, hogy ez nem egy jó orvos, akkor végül is el kéne, hogy fogadjam, hiszen én csak így futólag találkoztam vele. De mondom, az abszolút teljesen ez a fehér köpenyes szindróma mentes, tehát hogy én róla tényleg azt gondolom, hogy ő valószínűleg egy baromi jó orvos, és egy nagyon jó ember egyébként. De na, talán nem ismétlen el magam. Úgyhogy erről ennyit. A szülés után azért rögtön jöttek ilyen dolgok, hogy hát kicsit szürkés a bőre, és hogy ki kéne vinni oxigént adni neki. Aztán kiderült, nem is szürkés a bőre, csak telefonnal világítottak rá, és azzal tűnt szürkésnek, és akkor felkapcsolták a villanyt, ami egyébként tök jó, hogy azt nem akarták, de hogy akkor kiderült, hogy mégsem szürkés, meg egyébként kiderült az is, hogy mellettem is van oxigén, és arra is rá lehetett tenni, és akkor miért akarják elvinni a 10 perces gyereket mellőlem, és ezekben is a dúla segített. Egyébként váltogatva bejöhettek volna, ha lett volna rá idő a Dáviddal, tehát az opció volt, az is egyébként egy tök jó dolog lehetett volna úgy aljudni, hogy váltogatják egymást, de nem, de hogy a Dávid vágta már el a köldögzsinort a végén, de mondta a dúla, hogy még annyit szeretne maradni, hogy ezek a dolgok így kisimuljanak, és hogy tudjon így érdekképviselni velem, nekem. És akkor ebben is segített, hogy biztos muszáj elvinni. Ja, nem, egyébként itt is van oxigén. Ja, hát akkor talán inkább itt. Aztán ugye végül nem kellett szerencsére. És kb. Ez volt, és akkor utána bejött a Dávid, akkor még a köldögzsinóra is egy picit kellett küzdeni, hogy azt még várjuk, én így fogdostam, hogy pulzál-e még. Aztán végül elvágta a Dávid, nagy nehezen, olyan vastag köldögzsinórja volt, alig bírta elvágni, és egyébként közel 7 hetesen esett le a köldögcsonkja, ami a gyerekorvosunk szerint ugyanezért van, mert hogy nagyon vastag volt a köldögzsinór, ami amúgy egy tök jó dolog. Na mindegy. Tök érdekes, ez sem annyira fontos. És akkor ugye aranyóra azért az is így tök jól lezajlott, és akkor közben ugye összevart az orvos is, aki közben szintén, miközben varta a közben mondta, hogy hát egyébként nagy rajongó, és hogy szereti, amit csinálunk. De úgy tök cuki volt, de nagyon, csak nagyon vicces volt az helyzet, hogy így. Hát ok, de nem gondolom, hogy ez bármivel egyébként összefüggésben volt, hogy nekem milyen pozitív élményem volt vele. Szerintem bárki földi halandóval ő így viselkedik, remélem. Ez is megvolt, és akkor utána ugye lezuhanyoztam, hát az ilyen brutál, ilyen ordítva vacogtam közbe, de minden oké volt, saját lábamon mentem ki a szülőszobáról, apukám megint, nem tudom, 2 órásan megtekinthette az unokáját, ahogy az első alkalommal is ott várt a folyosón. 5 ágyas szobába kerültem be, amiről utóbb derült ki, hogy nem is a szülős nőknek való, vagy van fenntartva, hanem az ilyen műtéteseknek, de hogy olyan szinten tele voltak, hogy oda tettek be engem, és másnap pedig egy ilyen fizetős 2 ágyas szobába átraktak, ami szintén tök jó, hogy amúgy nagyon szuper, hogy ott lehettem, de azért nem mindegy, hogy 2 éjszakát fizet az ember, vagy 8-at. És hát a csecsemős osztályon is rögtön egy balhéval indult a karrierem, mert hogy levitte a szülésznő velem a babát, és akkor mondta a csecsemős, hogy jó, hát akkor annyi van, hogy akkor ő most megfürdeti, megméri, vagy nem tudom, megfürdeti, nem tudom, mit csinál, és berakja inkubátorba egy órára, és jöjjek vissza. És én így... A gyerekem most kapott 10/10-es abgárt, 3800 gram egyébként, 42 hétre született. Miért is tesszük őt inkubátorba?
Hát, ja, és egyébként köszönöm, de a lefüldetést sem szeretném kérni. Nagyon jó lesz neki az a kis magzatmáz még rajta. Na mindegy, így indultunk, óriás veszekedés, mindezt hajnal 4-kor, úgyhogy ugye éjfélkor született meg, és ameddig így mindenen túl lettünk, az vagy 3:30 volt. Persze mondtam, hogy ami vizsgálat, vagy izé, amit meg kell nézni rajta, nézzem meg, de hogy ez így ennyi. És már ezzel is ugye teljesen deviáns voltam, és hát szóval, hogy utána ott azt mondom, hogy a szülés az baromi jó élmény volt, és egyáltalán nem bánom. Most azt mondom, azért hagyok időt leülepedni, de eléggé azt érzem, hogy ez így nagyon jó volt. Különösen úgy, hogy utána ez a fertőzés kiderült, és így lehettünk együtt. Hogyha később került volna a kórházba esetleg Vili emiatt, akkor én nem lehettem volna vele. Emiatt senki ne jöjjön nekem, hogy jól látod, az én se kell otthon szülni, mert azért ez egy nagyon ritka eset, de igen, nagyon-nagyon szerencsésen jött ki, hogy végig együtt lehettünk, ugye ha bármi tünete vagy baj lett volna, akkor se lehettünk volna együtt, mert akkor rögtön ment volna fel a picre, és akkor ott lett volna. Ez szuper volt, a csecsemősök sajnos ebben a kórházban is azért azt mondom, hogy 90%-ban. Egyrészt nagyon-nagyon öregek, tehát ezt mondta az orvosom is, hogy az a baj, hogy senki nem akar csecsemős lenni, és semmi, tehát hogy nem tudnak hogy volt 3 szobatársam ez alatt az idő alatt, az első 2 első gyerekes volt, és a harmadik volt második gyerekes. A második szobatársamat teljesen én tanítottam meg szoptatni napokon keresztül, és 1/2 órával a távozás előtt derült ki, hogy nyelvféke van a gyereknek, úgyhogy előtte már többször rákérdeztünk, hogy tuti nincs. És a csecsemősök csak a bimbóvédőt javasolják, meg akkor abból a szempontból elvileg nagyon szoptatáspártiak, hogy csak indokolt esetben adnak tápszert, éjszakára csak első éjszaka tolhatja be az ember a babát szülés után, a többi éjszaka nem, tehát hogy ilyen szempontból papíron szoptatáspártiak, de valójában nem segítenek a szoptatásban, nem tudnak. Tényleg mindegyik csecsemős a bimbóvédőt mondta, és a szoptatási tanácsadó, aki szintén 2-szer kimenekült a szobából, amikor látta, hogy nem tud segíteni a szobatársnőnek, harmadjára nem tudom, visszahozta a lelkiismerete, elvitte a gyereket, és akkor kiderült, hogy nyelvféke van, és felvágták, és nyilván az sokat könnyített a dolgon. Nagyon sokat voltunk bent, és az egész nagyon kemény volt. Minden reggel 1-1,5 órára be kellett tolni a csecsemős osztályra a gyereket, és azt így ki kellett így matekozni, hogy akkor úgy jöjjön ki, hogy pont egyen, pont elaludjon, előtte ne aludjon egy picit, hogy azért úgy elfáradjon, és ez rettenetes volt, ez a másik kórházban nem így volt. Szörnyű volt, és volt olyan nap, amikor éreztem, hogy nagyon rosszul jött ki a lépés, és biztos, hogy ébren van, és nem jól érzi magát, és bementem, és zokogott, akkor még csak így toligatták őket sorba, hogy ha jön az orvos, akkor így kezdődik a vizsgálat, de hogy az még nem kezdődött el, és akkor kérdeztem, hogy kivehetem-e még addig ebből a kis kocsiából, mondta a csecsemős, hogy nem, és akkor egy ideig ott így szerencsétlenkedve álltam mellett, és így vigasztaltam, hogy semmi baj, és rájöttem, hogy ez semmire nem jó, én ugyanolyan ideges vagyok, a csecsemős ugyanolyan ideges, és egyébként is az anyja vagyok ennek az újszülött gyereknek, és az a legfontosabb, hogy ő jól legyen, úgyhogy fogtam, kivettem, merre raktam. Nyilván a csecsemős az izét mondta, nem érti, hogy mit mondok. Mondtam, hogy sajnálom. Én most megnyugtatom a gyerekemet, megnyugtattam, visszatettem és elmentem. Ja, szóval azért ilyen nehézségek voltak, és hát nyilván ami nagyon-nagyon durva volt, hogy hát Emilt egyáltalán nem készítettük erre. Tehát nem, hogy ennyi időre nem készítettük, de egyáltalán nem. Tehát egy ekkora gyereket nem lehet két opcióra készíteni, vagy otthonszülés, vagy kórház, és azt kell, hogy mondjam, és tényleg már nagyon régóta beszélek, és muszáj mennem, de hogy iszonyatosan jól fogadta Emil, tehát nem is tudom, tényleg imába foglalom a nevét, azért is, ahogyan a Willivel viselkedik, azért is, ahogyan ezt fogadta, de ezt majd egy következő részben akkor elmesélem, hogy milyenek most a napjaink, hogy Willi milyen, Emil milyen, úgyhogy ennyi volt most csak ez a videó. Biztos egy csomó mindent kihagytam, biztos egy csomó mindent túl sokáig ragoztam. Megyek, nagyon köszi, hogyha megnéztétek, remélem, hogy tetszett, írjátok meg a véleményeteket, kíméletesek legyetek, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon intim témát osztottam meg veletek, egy intim életeseményt, úgyhogy légy szíveszt, kezeljétek ti is így, és legyen szép napotok, sziasztok!